Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai vendégem Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese, aki egyébként közgazdász, és az elmúlt másfél évtizedben nagyon sokat tett azért, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valóban a teljes agrár- és élelmiszergazdaság legfontosabb, egyik legfontosabb egyeztetési felülete legyen, nyilvánvaló. A mai beszélgetésünk témája alapból nyilván a közös agrárpolitika, hiszen ez nagy port kavart az elmúlt időszakban. Előtte azonban nem kerülhetjük el, kell, hogy beszéljünk a koronavírus járványról, a Covidról, hiszen itt van köztünk, és az első időszakban bizony felmerült annak a lehetősége, hogy aggódnunk kell, mármint a köznapi embernek, hogy az élelmiszerbiztonság veszélybe kerül. Plusz az agrárgazdaságot is sújtja, a tejtermelők mondták, hogy a határok lezárása okán nagyon sok minden nem jön be. Hogy sikerült ezekkel a problémákkal megbirkózniuk? Üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Valóban a válság elején minden bizonytalan volt. Valóban volt bennünk egy kis félelem, hogy mit is fog ez jelenteni. Általában mi azt gondoljuk, hogy a mezőgazdaság és azon belül is a magyar mezőgazdaság egy jó válságálló ágazat. Ugye a pénzügyi válság is, ami 2008-11 között volt, azt is nagyon jól vészelt át az ágazatunk. Akkoriban mi tudtuk azt biztosítani, hogy az ország GDP csökkenése az ne legyen drasztikus, de azért most annyira új helyzetek voltak, hogy az elején valóban én is emlékszem erre, hogy a teljeseknél fölmerült ez, hogy ugye itt egy nagyon komoly országból kifele irányuló export tevékenység van, hogy ezt hogyan tudjuk a mostani szabályok között tovább folytatni. Szerencsére ezeket a típusú problémákat akkor gyors egyeztetésekkel, kormánnyal, kormányközi egyeztetésekkel sikerült megoldani, és amikor ezeket a leginkább logisztikai problémákat sikerült úgy, ahogy kezelni, utána azért lehetett látni, hogy most is a nemzetgazdaság egyéb ágazataihoz képest a mezőgazdaság azért valószínűleg jól fogja átvészelni ezt a válságot. Az is egy fontos kérdés, hogy ugye, ha most a másik oldalról nézzük a dolgokat, hogy a fogyasztókat hogyan tudjuk megfelelő élelmiszerrel ellátni. Mi már az elején is úgy éreztük, hogy egy kicsit túlzott volt az aggodalom azzal kapcsolatosan, hogy nem fognak az emberek élelmiszerhez hozzájutni, hiszen bőven előállítunk annyi élelmiszert, jóval több élelmiszert állítunk elő, mint amennyire szükség van itt Magyarországon, és szerencsére azért ezek így normalizálódtak is ezek a viszonyok, és azt gondolom, hogy senkinek, még akkor is, hogyha egy-egy nap előfordulhatott, hogy valamilyen terméket még ott tavasszal nem lehetett megkapni, de ezek a kérdések megoldódtak, és most mindenki nyugodtan ilyen szempontból biztonságban érezheti magát. Nyilván ettől függetlenül azért okoz kihívásokat, feladatokat ez a válság a mezőgazdaságnak. Tehát az például most nagyon komoly probléma az elmúlt hetekben, hogy azok a gazdálkodók, akik karanténba kényszerülnek, vagy azért, mert ők maguk megbetegedtek, vagy valamilyen családtagjuk megbetegedett, és ezért ugye hivatalos hatósági karanténban nem mozdulhatnak ki otthonról, ők hogyan tudják a tevékenységüket ellátni, hiszen az állatokat etetni kell, az állatokkal foglalkozni kell, vagy ha nem is állatokról van szó, akkor is a növényi kultúrákban is bizonyos munkafolyamatokat el kell végezni, és ez néha azért bizony plusz szervezési munkát igényel, hogy ezeket a kérdéseket hogyan tudjuk kezelni. Bizonyos értelemben ez hasonlít ahhoz a helyzethez, amikor nem tudtak jönni a vendégmunkások betakarítási munkákra, ez ugye már a nyár Igen. tájékán volt. Igen, tehát a nyár elején ezzel foglalkozni kellett, mert tudom, hogy egy nagyon népszerű elképzelés volt az, hogy majd nem tudom én, azok a pincérek, akik Igen. nem tudnak dolgozni, majd azok lemennek a földekre dolgozni, de sajnos én azért azt hadd tegyem mindenkinek egyértelművé, hogy azért nem tudom én szamócát szedni, vagy ilyen típusú kemény fizikai munkát Igen. végezni, az nem minden ember ez alkalmas csak látszol, rá. Igen. Aztán ugye Németországban volt az uniós agrárminiszterek tanácskozása, ott tisztába tették, hogy a koronavírus válság a mezőgazdaság ágazatra gyakorolt hatásai a legfontosabb, tehát a támogatási rendszer.
egyik oldalról a gazdák jövedelembiztonságát is biztosítani kell, másik oldalról pedig az uniós terület alapú támogatások is segítenek ebben. Tehát ez egy nagyon fontos lépcső volt. A kamara hogy tudta ezt közvetíteni? Hiszen azért számtalan gazda aggodalmat fejezte ki. Igen, és ugye még ez egy másik ilyen fontos kérdés volt, hogy ezeket a támogatásoknak, ezért ezt mindenkinek látnia kell, hogy ma már a gazdasági folyamatokban ezek rendkívül mélyen bele vannak ivódva ezek a támogatások. Tehát azért mi itt Magyarországon most már több mint 15 éve az EU tagjai vagyunk, de hát a régebbi tagországban még régebb óta ezek a területalapú támogatások, ezek már a gazdasági rendszereknek a részeit képezik. Tehát már minden mezőgazdasági termelőit számol. Ugye itt már, csak hogy mindenki ezt lássa tisztán, a földnek az értékében is ez megjelenik, az a támogatás, amit területalapon kifizetünk. Vagy mondok még egy példát, például a bankok is, ugye ezeknek különböző banki termékekben fedezetként, törlesztő részletként szerepelnek ezek a területalapú támogatás keretében kifizetett összegek. Ma Magyarországon évente kb. 450 milliárd forintot fizetünk ki közvetlen támogatás keretében, és amennyire ezt így föl lehet mérni, ennek közel 80%-a valamilyen banki kapcsolaton keresztül jut el a gazdálkodóhoz, tehát vagy előfinanszírozásba, vagy faktorálásba valamilyen banki termékbe száma. Tehát nagyon mélyen benne vannak a gazdasági folyamatokban, és ezért ez egy rendkívül fontos kihívás volt, hogy gyakorlatilag a mezőgazdasági termelők, ahogy megszokták, abban az ütemezésben hozzá tudjanak jutni ezekhez a támogatásokba. Tavasszal ez egy óriási kihívás volt. Akkor, amikor ugye a válságnak az első hulláma volt, és mindenkit így a bizonytalanság vett körül, hogy ez hogyan lesz, akkor az, hogy Magyarországon határidőre, május 15-ére sikerült benyújtani körülbelül ugyanazt a kérelemmennyiséget, 165 ezer kérelmet, mint a megelőző években, ez egy rendkívül nagy dolog volt. Én nem akarom magunkat dicsérni, de ebbe erősen benne volt az, hogy a falugazdászok, a kamarai falugazdászok, azok el tudták látni rendesen a feladatukat, tudtunk nekik olyan védőfelszereléseket beszerezni, hogy minden gazdálkodó valakivel kellett, tudtak találkozni, egyszerűbb esetekben telefonon el tudták intézni, és így gyakorlatilag mi majdnem úgy tudtuk lezárni május 15-én vagy június 9-én, attól függ, hogy melyik dátumot nézzük, a kérelem benyújtást, mint egy normális év lenne, és ennek köszönhetően október 16-án el is kezdődhettek az előlegek kifizetései. Igen, ez kellett nyilván, hogy előtte beintegrálni a falugazdász hálózatot a kamarához. Viszont az időpontot, amit említett, az nagyon fontos volt, hiszen június 8-án volt az a videokonferencia, ahol ez a Green Deal, illetve az új uniós költségvetés tükrében elindult az a folyamat, hogy akkor ki mennyit és hogyan. És mi már akkor tisztán, már mint Magyarország, önöknek is köszönhetően, tehát a szaktárca, a kamara, illetve azért sokat segítettek a különböző szakmai szervezetek, az teljesen tiszta volt, hiszen tudom, hogy a MAGOSZ is sokat tett ezért. Fenntarthatóbb európai környezet, ez egy olyan jelző szerkezet, ami nagyon sok gondot okozott, hogy kifejteni, hogy ki mit ért alatta, hogyan gondolkodik erről, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb problémát az idei évben, sőt továbbra is a közös agrárpolitika mentén is ez okozta. Mi volt az alap magyar álláspont, hiszen nagyon-nagyon szigorú szabályozásokat szerettek volna bevezetni, itt párat hadd soroljak fel, a növényvédő szerek használatának 50%-os csökkentése volt a tervben, a biogazdálkodás arányának 25%-os emelése, ugye ez 2030-as a határidő, de korán sem mindegy, hogy milyen ütemezésben történik, illetve abban viszont ennek ellenére mindenki egyetértett, hogy ez veszélyezteti az európai mezőgazdaság versenyképességét, és minket pedig egészen, és másik néhány országot nagy hátrányért volna. Hadd kezdjem azzal, mert elég kemény szavakat fogok használni. És tényleg egy nagyon, a mi életünkben egy nagyon komoly dologról van szó, de pont ezért hadd kezdjem azzal, hogy szeretném egyértelművé tenni, hogy mindannyian abba vagyunk érdekeltek, hogy a fenntartható módon végezzük a mezőgazdasági tevékenységet. Sőt, én azt mondom, hogy legeslegenkább a mezőgazdasági termelők érdekeltek ebbe. Tehát ezt a félreértést, vagy nem tudom, hogy félreértést
vagy csúsztatásnak hívjam el, hogy itt a mezőgazdasági termelők azok környezetkárosító módon végzik a tevékenységet. Ezt egyből itt az elején szeretném tisztázni. Nem erről van szó. Akiket én ismerek, mezőgazdasági termelőket, azok szinte kivétel nélkül mind úgy gondolkoznak, hogy az, amit ők most fölépítenek, az az üzem, az a gazdaság, amit létrehoznak, azt ők szeretnék átadni a gyerekeiknek, a fiúknak, a lányuknak, attól függően, hogy milyen helyzet van a cserben. Tehát minden mezőgazdasági termelő abban érdekel, hogy a tevékenységet mind környezeti, mind társadalmi szempontból fenntartható módon csinálja. Tehát ezt először szerettem volna leütni. Nem azon megy a vita, hogy fenntartható mezőgazdaságot szeretnénk-e. Mindannyian azt szeretnénk. Azon megy a vita, hogy ezt hogyan érjük el, ezeket a célokat hogyan kell megfogalmazni, és ezt hogyan kérik rajtunk számon. És ebben nekünk nagyon komoly problémáink vannak. Azok az anyagok, amik kijöttek, az a tárgyalási hozzáállás, ahogy a bizottság, és főleg, hogy a Timmermans, a bizottságnak az alelnöke ez a kérdéshez hozzááll, az egyrészt szakmaiatlan, amire majd később szerintem visszatérünk, igen, hogy ez milyen problémákat jelent, de ami még fontosabb, hogy nem tiszta, nem látjuk előre, hogy pontosan mit várnak el tőlünk. És ezt nem akarjuk úgy beletenni a fejünket egy hurokba, hogy nem tudjuk, hogy utána azt mennyire fogják megszorítani. Ráadásul egy kaptafára született a döntés, teljesen mindegy, hogy ki melyik régiót képviseli már, mint Európán belül, milyen éghajlatváltozások sújtják, milyen éghajlat alatt él, mi az alapja, mi a tradíciója az ő agrárgazdaságának, mindenkinek ugyanaz. Igen. És ez borzasztóan igazságtalan, és erre mondtam azt, hogy kemény szavakat fogok használni. Ez tipikus ilyen arrogáns Benelux államokra jellemző hozzáállás, hogy ők azt gondolják, hogy a világ az olyan, mint ahogy ők élnek, és nem értik, hogy nem itt óriási különbségekről van szó, és amikor mondjuk azt mondjuk, hogy a növényvédőszer használatot 50%-kal igen, kell csökkenteni, igen, az egy nagyon igaz, ez elsőre talán tűnhet úgy, hogy persze, ez micsoda kiváló cél, de ez óriási igazságtalanság, mert mondjuk addig, amíg Belgiumba vagy Hollandiába, és most nem konkrét számokat mondok, csak a nagyságrendeket akarom érzékeltetni, mondjuk használnak 100 egységnyi növényvédőszert, addig mi használunk 40 egységnyi növényvédőszert. Ha most azt mondjuk, hogy ezt csökkentsük 50%-kal, akkor a 100-ból 50 lesz, a 40-ből 20. Ez borzasztóan igazságtalan ránk nézve. Mi azt mondjuk, hogy határozzuk meg azt az értéket, amit lehet használni. Mondjuk azt, hogy 40-et lehet használni. És akkor mindenki alkalmazkodik ahhoz, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. És nem az van, hogy azoknak, akik a jelenleg kétszer-háromszor annyi növényvédőszert használnak a mondjuk hektárra vetítve, vagy adott egységre vetítve, azoknak ugyanúgy 50%-ot kell csökkenteni, mint nekünk. Ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy még ennél is egy fokkal misztikusabb a dolog, mert ha még nem is azt nézzük, hogy most mondjuk egy konkrét növényvédőszer használatához hogyan állunk hozzá, vagy ezeket az érdeket, vagy ezeket a különböző számokat hogyan kell a következő évtizedben elérni, az egyértelműen látszik, hogy ugye a közös agrárpolitikában egy olyan átalakulás van, hogy minden tagországnak ezentúl el kell fogadtatnia egy stratégiai tervet, és azon stratégiai tervben megfogalmazott támogatásokra, és azon stratégiai tervben megfogalmazott célokra lehet felhasználni a támogatásokat. És ugye azt mondják, hogy ezeknek a céloknak harmonizálni kell, ezekben a stratégiai anyagokban, meg az a farm to fork, ez a termőföldtől az asztalik stratégiában, meg a biodiverzitás stratégiában, meg vannak egyéb ilyen stratégiák, metán stratégia, mint ezekben meghatározott célokkal. És ugye ezek sokszor nem homály, vagy nem egyértelműek, homályos, csak nem pontosan kifejtettek, hogy mik ezek a célok, és ezzel kapcsolatosan vannak erős félelmeink, hogy majd itt a tárgyalások során egyszer csak így, nem tudom én, kiderül, hogy az a támogatás, amit egyébként mi évek óta adunk, az a bizottság szerint nem szolgálja ezeket a célokat, és egyszer csak azt mondják nekünk, hogy ti ezen túl ezt a támogatást nem adjál. Igen, nem adhatjátok. És nyilvánvalóan veszélyeztetik az európai mezőgazdaság, és ez vonatkozik az állattenyésztés és versenyképességét, mert én itt most nem akarok a Oroszországgal dobálózni, Ukrajnával, stb. Az oroszok, akik az elmúlt időszakban olyan elképesztő fejlődésen mentek keresztül, hogy már amit eddig importáltak,
az már most már fordítva van, stb. És ezt ott egészítsem, most ezt már nem csak mi mondjuk. Múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, nem emlékszem a pontos napra, az USDA, ez az Egyesült Államok Agrárminisztériuma kitett egy tanulmányt arról, hogy ők hogyan értékelik ezeket a farm to fork stratégiát, meg ezeknek a hatásait az európai mezőgazdaságra, és az amerikaiak is azt mondják, hogy az ő megítélésük szerint, ha ezt így bevezetjük, ezt a stratégiát, mint ami most szerepel az anyagokba, akkor ez egyértelműen csökkenteni fogja az európai mezőgazdaság kibocsátását, tehát kevesebb élelmiszert fogunk tudni előteni, és egyértelműen növelni fogja az árakat. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy ennek a hatására nem csak Európában, az egész világon növekedni fog az élelmiszereknek milyen az ára. Milyen hatással lehet ez a mezőgazdasági termelők számára? Hiszen a föld az marad, azt tudjuk, de lehet, hogy nem lesz, aki ezt megművelje, hiszen akkor nyilván a versenyképesség csökken, a bevétel csökken, egyenesen arányosan, sőt. Én azt mondom, hogy azt fontos látni, hogy nyilván én nem szeretnék túlzásokba esni, tehát nem fogom azt mondani, hogy majd itt senki nem fogja a mezőgazdasági területeket megművelni. Nem ennyire durva a fenyegetettség. Én azt gondolom, hogy mára megértették a mezőgazdasági termelők azt is, hogy együtt kell élniük azzal, hogy az itt Európában az a szabályozási, támogatási környezet, ami körbeveszi őket, az egy megnövekedett adminisztrációs tehertétellel jár együtt. Tehát nyilván ezeket a ezekkel a dolgokat figyelembe tudják venni, és ennek mentén tudják tervezni a tevékenységüket. De azért részterületeken ennek nagyon erős hatása lehet. Tehát hadd mondjuk csak egyetlen példát, és akkor itt talán érthető lesz, hogy milyen félelmeink vannak. Az elmúlt 15 évben, amióta az Európa, vagy kicsit már több is, mint 15 évben, amióta az Európai Unió tagja vagyunk, az állattenyésztési ágazataink közül a legszebb fejlődést a húsmarha ágazat mutatta be. Nagyon szépen nőnek a számaink, Magyarországon tényleg olyan húsmarha telepek alakultak ki, ahol jó minőségű húsmarhákat tudunk előállítani. Ennek egy nagyon fontos oka az, hogy jó támogatásokat tudunk nekik adni. Tudjuk őket támogatni abba, hogy ezt a tevékenységet végezzük. Mielőtt bárkiben az a félreértés fölmerülne, hogy jó, de hát ez csak a támogatás hatására csináljuk, a húsmarha termelés az egész világon mindenhol támogatott tevékenység. Igen. Nem csak Magyarországon, a világon bárhova megyünk, a húsmarha tartókat mindenhol támogatják. Na most, ha mi itt belemegyünk egy olyan irányba, hogy azt mondják, hogy a marhahús vagy a húsmarha tartás az környezetileg káros, az üvegházhatású gázkibocsátás miatt, hogyha ha belemegyünk abba az irányba, ami ugyancsak fölmerült, hogy például ilyeneket mondanak, hogy a egészségügyi szempontból a marhahús mint vörös hús, ez nem tesz jót az emberi egészségnek, és hogyha elmegyünk egy olyan irányba, hogy azt mondjuk, hogy ezért nem támogatható a húsmarha ágazat, akkor annak nagyon drasztikus következményei lesznek. Tehát, hogyha ezeket a támogatásokat, azt az utasítást kapjuk Brüsszelből, hogy ki kell vezetni mondjuk 5 év alatt, annak a magyar húsmarha ágazatnak nagyon negatív hatása lesz. És ezért kell végig küzdenünk ezeket a küzdelmeket, hogy ne alakuljon ki azért ez a helyzet. Azért szerencsére az uniós tagállamok közül már jó néhányan velünk vannak, és azt hiszem, hogy elég erősek vagyunk, hogy ezeket nem tudják bevezetni nélkülünk, meg hát ezt egyébként se lehetne. Még egy olyan van, ez a biogazdálkodás arányának 25%-os növelése. Ez pedig én azt gondolom, hogy illúzió mindenféle értelemben. Ugye ezért érdekes, és ezért nagyon fontos, hogy ugye mit jelent az adaptáció, tehát hogy egy adott intézkedésnek a bevezetését hogyan kell tagországi szinten értelmezni. Azokban az országokban, ahol a mezőgazdasági területnek, ugye Magyarország egy olyan speciális ország, hogy a mezőgazdasági területeink legnagyobb része szántó. Nyugatabbra, az óceánhoz közelebb olyan országok vannak, ahol a mezőgazdasági területnek sokkal nagyobb része rétlegelő típusú mezőgazdasági terület. Ott sokkal könnyebb bevezetni a biogazdálkodást. Ott nem okoz problémát, mert azt, hogy valaki a legelő gazdálkodást biogazdálkodásként csinálja,
most egymás között valljuk, az nem egy olyan óriási probléma. Tehát nekik ezt a feltételt sokkal könnyebb teljesíteni, mint nekünk. És ezért érdekes ez, hogy hogyan kell ezeket a 25%-okat értelmezni, hogy hogyan ennek a teljesítését. Nyilván itt folyamatosan zajlanak a háttérben az egyeztetések, az alkudozások, hogy mik azok a területek, amik ebben beleszámíthatóak, hogy mondjuk a természetvédelmi területeinket is beleszámíthatjuk-e ebbe a kategóriába, és akkor egyébként, ha ezeket le tudjuk megfelelően tárgyalni, akkor egyébként Magyarországon is vannak olyan peremfeltételek, amik mellett tudjuk ezeket teljesíteni. Minden esetre én azért a biogazdálkodással kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy azért ott mindig azt is figyelembe kell venni, hogy nagyszerű dolog, hogy ebbe az irányba megyünk, és nem hiszem, hogy bárkinek is ez problémát okozna, de azért itt a piacot is figyelni kell. Tehát, hogy mennyire van igénye a fogyasztóknak ezekre a termékekre, mert azért például mondjuk Ausztriában azért előállt olyan helyzet, hogy a biotejtermelés az meghaladta a biotej iránti keresletet, és igazából hiába állították elő ökok vagy biokörülmények között azokat a tejeket, utána sima tejként tudták csak értékesíteni, egyszerűen nem volt szükség annyi ökobiotejre. Szóval én azt gondolom, hogy ez a vita mindenképpen tovább folyik, és azt hiszem, hogy fel kell készülnünk a gazdáknak is arra, hogy egyelőre még táncolnak. De az uniónak rá kell jönnie, hogy ez lehetetlenség, és azt hiszem, hogy azért ott is tiszta fejjel gondolkodnak, vagy legalábbis bízunk. Nehéz ügy. Én azért annyit hadd mondjak, hogy a legtöbb tagországban ma már nem agrárminisztérium van. Környezeti minisztérium van, aminek egy része az agrár. Mi a kievés kivételek közé tartozunk, ahol agrárminiszter van. És nem pedig egy környezeti ügyekért felelős minisztériumon belül van egy agrár államtitkár. Tehát azért én azt mondom, hogy itt azért az mindenkinek látnia kell, hogy biztos, hogy szigorodni fognak a feltételek. Tehát itt a kérdés nem az, hogy milyen irányba megyünk, hanem a kérdés az, hogy mennyire életszerű világos az, amit bevezetünk. És mi ebbe próbálunk azért, amit lehet megtenni azért, hogy a gazdálkodói érdekeket képviseljük. Annyi időnk maradt, hogy egy kérdés, hogy térjünk vissza egy pillanatra a koronavírushoz, hiszen területalapú támogatások előlegének kifizetése magasabb összegben nagyon sokat segített abban, hogy mindenki nyugodt legyen. Ugye Szelman Zsolt javasolta ezen a bizonyos Brüsszelből irányított videokonferencián, és én azt gondolom, hogy én beszélgettem gazdákkal, hogy ez tényleg sokat tett hozzá. Ez lehet a megoldás egyébként, hogy magasabb összegeket lehívni, illetve úgy pályázni, hogy az hiteles és jó legyen, mert ebben viszont nagy segítségükre van a kamara mindenképpen. Igen, hát nekünk ez az egyik alapvető feladatunk, hogy a gazdák, sőt azt mondom, hogy talán a gazdálkodók szempontjából ez a legfontosabb feladatunk, hogy segítsük őket ezekhez a forrásokhoz hozzájutni. Igen, ez egy kiemelten fontos feladat. Sajnos azért azt látni kell, hogy ugye most jár le az időszak, a 14-20-as időszak, és annak ellenére, hogy ma november, nem tudom én, hanyadika van, még mindig nem látjuk pontosan, hogy 21-től hogy mi hogyan lesz. Még mindig nem születtek meg a végső megállapodások, és azért ez most már kezd egy kis izgalmat okozni mindenkiben, hogy itt 21-22-ben, az átmeneti évben pontosan miként hogyan lesznek. Ugye az elvi megállapodások megszülettek, de még a nagy végső igen, ami mindezt lehetővé teszi, az még hiányzik róla. Ha megszületik ez a nagy végső megállapodás, akkor elvileg 21-22-ben is gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel kifizethetőek lesznek a támogatások, mint most. Ha nem születik meg ez a végső döntés, akkor is így van, de akkor azért egy olyan területre elvezünk be, vagy egy olyan vizekre elvezünk, ahol még nem jártunk. És azért az, hogy az pontosan hogyan lesz, ott azért még vannak erősen nyitott kérdések. Tehát ilyen szempontból mi itt így az agrárban nagyon szeretnénk, hogyha már az átmeneti, ugye ez egy külön rendelet lesz, ami szabályozza az átmeneti éveket, hogyha ezek az átmeneti évekkel kapcsolatos rendelet az véglegesedne, és tisztában látnánk azt, hogy
hogy 21-22-ben hogyan tudunk kifizetni támogatásokat. Igen, hát az agrárgazdák iránt a gondoskodó tisztelet elengedhetetlen ehhez egyik oldalról. Továbbra is mondjuk, hogy itt a mezőfordon ez a szlogen, ezt mindig játékosan megjegyzem a végén, hogy igenis, sőt Magyarországon a paraszt ne legyen szitok szó. Nos, hát én köszönöm ezt a tájékoztatást, azt hiszem, hogy a gazdák számára is fontos volt ebben az időszakban, akik egyébként most talán egy kicsit majd pihenhetnek, hiszen a kukorica betakarítása is befejeződött, a magtárakban alszik a bor a pincékben. Hát, ugye sajnos ez a kellemetlen ebben a koronavírus dologban, hogy mi pont most arra terveztük, hogy ugye itt a családi gazdasági reformról a törvényt nemrég megszavazta az országgyűlés, és hogy ezzel kapcsolatosan tartunk különböző olyan eseményeket, ahol elmagyarázzuk a gazdálkodóknak, hogy mindez mit jelent nekik. Ugye sajnos ezeket a gazdafórumokat most nem tudjuk megtartani, de online formában a honlapunkon minden anyag elérhető, és mindenki elolvashatja, hogy mit is jelent ez az új reform ránézve, mert mi azt gondoljuk, hogy az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb törvénye a mezőgazdaság szempontjából. És erről is természetesen majd fogunk beszélni. Köszönöm, hogy megtisztelt, és mivel nem találkozunk, áldott békés karácsonyt kívánok az egész családjának. Viszont kívánom. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.